Ilyen és ehhez hasonló létesítmények kellenek ahhoz, hogy Magyarország sportnemzetből sportoló nemzetté váljon. Erről beszélt dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az Uni Győr kosárlabda központ ünnepélyes megnyitóján. Az egyik legnagyobb küzdelmünk a sportirányításban, hogy minél több fiatal győzzünk meg a sport ügyének, minél több fiatalt hívjunk el a virtuális térből, és csábítsuk őket a közösség, a sportközösségnek a világába. Az egyetemi sportok között kiemelkedő a kosárlabda, ezért fontos, hogy Győrben az elit csapat is támaszkodhat a Széchenyi Egyetem támogatására. Úgy éreztük, hogy szükségünk lehet rá, illetve a városnak is szüksége lehet erre a sportágnak a meghonosítására, és azt hiszem jó úton járunk. A beruházás több mint nettó 900 millió forintból valósult meg. Délelőttönként a környező iskolák a napi testnevelésre használhatják a csarnokot, az esti órákban pedig a lakosságnak is nyitva lesz a létesítmény.